üdvözöllek benneteket! Aktuális leckénkben olyan számkifejezések értékét számoljuk ki, melyben egész számok összeadása szerepel. Aktuális feladatcsoportunkban az egyszerű feladatok mellett szerepelnek majd többszörös zárójelek is, illetve abszolút érték is. Nézzük akkor a feladatainkat. Számítsuk ki a számkifejezés értékét, ha ez így szól az A 25, plusz 15, plusz plusz 25, plusz mínusz 10, és plusz mínusz 12. Mivel több szám szerepel a feladatban, alkalmazzuk a csoportosítás módszerét. Először is keressük a pozitív számokat. Ez a 15 és a 25. Ha őket összeadom, az összegük plusz 40. A maradék három szám negatív szám. Őket is összeadom. 25 plusz 10 az 35, plusz 12 az 47, természetesen mínusz előjellel. És a végén, ha összeadjuk a plusz 40-et és a mínusz 47-et, különböző előjelű számok esetén, keressük, hogy abszolút értékben melyik száma nagyobb, az a mínusz 47. Tehát az előjel biztos, hogy mínusz lesz, és hogyha 47-ből kivalom a 40-et, különbség 7, tehát a végeredményünk mínusz 7. El az a kis bevezető feladat után nézzük a B feladatunkat. 15 plusz, vagy zárójelben, mínusz 2 plusz mínusz 15 plusz 0 és plusz 2. Amint látjuk, a feladatban szerepel egy zárójel is, tehát van egy külső zárójel, amelyben szerepelnek belső zárójelek. A zárójel mindig azt jelenti, hogy először azt kell elvégezni. Tehát a feladat többi részét majd csak lemásolom, viszont a zárójelben, amelyet én most pirossal jelöltem meg, összeadom a mínusz 2-t és a mínusz 15 t az előjelek egyformák, ilyenkor az előjelet lemásoljuk, számokat összeadjuk, ez lesz tehát a mínusz 17. Innentől kezdve már alkalmazhatom a csoportosítás módszerét. Két pozitív számunk van, a 15 és a 2, ha összeadom, az plusz 17. Egyetlen egy negatív szám van, az a mínusz 17, őt csak lemásolom. A nullával nem foglalkozunk, hiszen a nulla se nem pozitív, se nem negatív szám, Összeadás esetében semleges tag, tehát nyugodtan átugorhatjuk. És feladatunk befejezésekor össze kell adni a plusz 17-et és a mínusz 17-et. Ezek ellentét számok, tanultuk, hogy két ellentét szám összege mindig nulla, tehát a végeredményünk nulla. Haladjunk tovább, nézzük a C feladatunkat. 120 plusz abszolút értékben mínusz 15 plusz mínusz 16 plusz zárójelben 3 plusz abszolút értékben mínusz 2. Láthatjuk, hogy ebben a feladatban a zárójelek mellett megjelent az abszolút érték is. Akár abszolút érték van, akár zárójel, mindig először azzal kezdjük. A mi esetünkben az első abszolút értékben ki kell számítani a mínusz 15 és a mínusz 16 összegét. Mivel két negatív számot kell összeadnunk, az előjelet csak lemásoljuk, számokat összeadom, ez lesz tehát a mínusz 31. Ennek keresem majd az abszolút értékét, ami tudjuk, hogy plusz 31. Még egy abszolút érték szerepel a feladatban, ez pedig a mínusz 7. A mínusz 7 abszolút értéke a plusz 7. Így már másolhatom a feladatot, bizonyos részeket, amit már megoldottam, olyan formában másolom át. Tehát lemásolom a 120-at, a mínusz 31 abszolút értékére említettük, hogy az plusz 31. És a folytatásban a maradék zárójelben azt látjuk, hogy 3 plusz 7. Akár ezt rögtön össze is tudjuk adni, 3 plusz 7 az 10. Itt már nagyon egyszerű dolgunk lesz, hiszen mind a három szám pozitív szám. Így nem kell őket csoportosítani, egyszerűen csak összeadjuk őket. 120 plusz 31 az 151, plusz 10 az 161, természetesen pozitív előjelen, amit el is hagyhatunk. Nézzük D feladatunkat. Mínusz 55 plusz abszolút értékben mínusz 55, plusz abszolút értékben, abszolút értékben mínusz 31, plusz zárójelben mínusz 32. Hát egy kicsit zavaró lehet, hogy van zárójel is, abszolút érték is, éppen ezért fontos, hogy először is az abszolút értékeket oldjuk meg. Mi az, amit meg kell, hogy oldjunk? Egyrészt a mínusz 55 abszolút értékét, amit tudjuk, hogy plusz 55. Majd ugyanígy a mínusz 31 abszolút értékét is megoldjuk, az plusz 31. Így tehát már lemásolhatom a feladatot. Mínusz 55, majd plusz 55, plusz, és még meghagyom az abszolút értéket, mert az abszolút értékben szerepel a plusz 31 és a mínusz 32. A következő lépésben a megmaradt abszolút értékre fókuszálok. De mielőtt az abszolút értékkel kezdenénk, vegyünk észre egy érdekességet. A feladat úgy kezdődik, hogy mínusz 55 és plusz plusz 55. Ezek ellentét számok, tanultuk, hogy az ellentét számok összege nulla, így ezeket a számokat rögtön egyszerűsíthetjük is. Tehát már csak annyi dolgunk maradt, hogy megoldjuk az abszolút értéket, vagyis először is az abszolút értéken belüli összeadást plusz 31 és mínusz 32. Abszolút értékben a mínusz 32 a nagyobb, tehát az előjel mínusz lesz, és a 32-ből kivonok 31-et, az mínusz 1. Ennek keresem tehát az abszolút értékét, és tudjuk, hogy bármely szám abszolút értéke mindig pozitív, vagy legrosszabb esetben nulla, de itt most plusz lesz, tehát a végeredményünk plusz 1. Még egy feladatunk maradt ebben a feladatcsoportban, melyben egy dupla zárójel szerepel mínusz 13, plusz 25, plusz zárójelben, mínusz 25, plusz mínusz 17, és a végén plusz 5. Összpontosítsunk erre a külső zárójelre, illetve a zárójelen belül lévő összeadásra. Ha összeadjuk a mínusz 25-öt és a mínusz 17-et, előjelek egy formák, tehát azt csak lemásolom, számokat pedig összeadom, így kapok mínusz 42-t. Nincs is szükség külön lemásolni a feladatot, rögtön tudom csoportosítani őket. Keresem a pozitív számokat. Plusz 25 és plusz 5, az plusz 30 ad. Van két negatív szám, a mínusz 13, illetve az zárójának az értéke a mínusz 42. Ha összeadjuk a 13-at és a 42-t, az 55, természetesen mínusz előjellel, ez lesz a mínusz 55 és a végén össze kell adni a plusz 30-at és a mínusz 55-öt. Különböző előjelű számok összeadása, abszolút értékben a mínusz 55 a nagyobb, tehát mínusz lesz az előjel, és ha az 55-ből kivonom a 30-at, az 25, tehát a végeredményünk mínusz 25. Ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!